11. fejezet. A majmok királya. Még nem sötétedett, amikor elért a törzséhez. Pedig időközben megállt, hogy kiássa az előző nap elrejtett vaddisznó maradványait és jól belakjon, valamint, hogy magával vigye kulonga íjait és nyilvesszőit a fa tetejéről. Jól felpakolva ereszkedett hát le Tarzan az egyik faágról Kercsak törzsének tagjai közé. Dagadó kebellel számolt be dicsőséges kalandjairól, és mutogatta hadi zsákmányát. Kercsak morgott valamit, majd hátat fordított neki, mert kezdett féltékeny lenni csapatának erre a furcsa tagjára. Valamilyen ürügyet próbált kifőzni gonosz szűk agyában, hogy szabadjára ereszthesse gyűlöletét Tarzan iránt. Másnap Tarzan már a hajnal első sugaránál gyakorlatozni kezdett íjával és nyilaival. Eleinte kárba veszett szinte minden egyes kilőtt nyilvessző, de végül megtanulta egész ügyesen irányítani a kis botocskákat, és alig egy hónap elteltével már tűrhető céllövőnek számított. Ám a tanulásra a magával hozott teljes nyilvessző mennyiség úgyszólván maradéktalanul ráment. A törzs továbbra is a tengerpart közelébe igyekezett vadászsákmányra lelni. Így azután Tarzan váltakozva hol az íjászatba gyakorolta magát, hol pedig folytatta kutatásait apjának jól összeválogatott, bár szerény könyvtárában. Ebben az időben történt, hogy a fiatal angol lord a kunyhóba lévő egyik szekrény mélyén elrejtve kis fémkazettát talált. A kulcs benne volt a zárban, és pár pillanatig tartó vizsgálódás és kísérletezgetés eredményeként sikerült is kinyitni a ládikát. Egy elsárgult fényképet talált benne, amely simára borotvált arcú fiatal férfit ábrázolt, egy aranyláncon függő gyémánt berakásos aranymedálion, néhány levelet, meg egy kis könyvet. Tarzan mindezeket tüzetesen megvizsgálta. A fénykép tetszett neki a legjobban, a férfi mosolygó szeme nyílt és őszinte arca miatt. Az apját ábrázolta. A medálion is felkeltette érdeklődését, és a nyakába akasztotta a láncot, utánozva az ékszerviselésnek a fekete emberek körében nemrég megismert divatját. A brilliánsok különös fénnyel csillogtak sima, barnára sült bőrén. A leveleket nagy üggyel bajjal tudta csak kibetűzni, mert a zsinórírás szinte egyáltalán nem ismerte. Ezért aztán a fényképpel együtt visszatette őket a dobozba, és figyelme a könyv felé fordult. Ezt úgyszólván teljes egészében megtöltötték a szép kézírásos betűk, s noha a kis bogarak mindegyikét ismerte, szokatlan és teljességgel felfoghatatlan volt az a mód, ahogyan egymás után sorakoztak, és amilyen kombinációkat alkottak. Tarzan réges-rég megtanulta már a lexikon használatát, de legnagyobb bánatára és elképedésére bebizonyosodott, hogy mostani szorult helyzetében nem veheti hasznát. Egy árva szót sem talált meg mindazokból, ami a könyvben leírva állt. Ezért aztán visszatette a fémkazettába, azzal az elhatározással, hogy majd később fejti meg a titkát. Mit sem tudott arról, hogy ennek a könyvnek a lapjain található származásának kulcsa. Különös élete, különös rejtélyének a nyitja. John Claytonnak, Greystock lordjának naplója volt a könyv, amelyet régi szokása szerint franciául vezetett. Tarzan visszatette a dobozt a szekrénybe, de ettől fogva szívében mind örökre bevésődtek apja határozott, mosolygós arcának vonásai. Elméjében pedig ott élt a szilárd eltökéltség, hogy rájön a kis fekete könyvben levő különös szavak rejtélyének nyitjára. Ám akkor éppen fontosabb dolga is volt. Végképp kifogyott a nyilvesszőkből, így kénytelen volt elmenni a fekete emberek falujába, hogy újat hozzon. Másnap kora reggel útnak indult. Mivel igyekezett, még délelőtt elért a tisztásra. Újra elfoglalta leshelyét a nagyfán, és most is látta az asszonyokat kinn a földeken meg a falu utcáján, valamint a méreggel teli fortyogó üstöt közvetlenül a lába alatt. Órákon keresztül leste az alkalmat, hogy észrevétlenül leereszkedhessen a földre és felnyalábolhassa a nyilvesztőket. De most semmi olyasmi nem történt, ami kicsalta volna a falu lakóit kunyhóikból. A nap lassan a vége felé közeledett, és Tarzan még mindig ott kuporgott az üst mellett szorgoskodó, mit sem sejtő asszony feje fölött. Kisvártatva hazatértek a földeken dolgozók, a vad után járó harcosok is előbukkantak az erdőből. Amikor mindannyian beértek a cölöpkerítésen belőle, becsukták és rudakkal rögzítették a kaput.
Sok-sok főzőedény került most elő szerte a faluban. Minden kunyhó előtt egy-egy asszony trónolt a gőzölgő raguleves fölött, míg a banánból és a maniókalisztből készült lepény ott volt látható mindenkinek a kezében. Hirtelen kiáltás hallatszott a tisztás széle felől. Tarzan felfigyelt. Megkésett vadászok egy csoportja volt az, amely észak felől érkezett, és amelynek tagjai félig maguk között vezettek, félig magukkal cipeltek egy kapálózó állatot. Amikor közelebb értek, szélesre tárult előttük a kapu, hogy bejöhessenek. Amikor aztán az otthoniak meglátták, hogy ki a hajtóvadászat áldozata, barbár üvöltés szállt fel az égre, mert a zsákmány egy ember volt. A vademberek berángatták a még mindig szabadulni igyekvő szerencsétlent a falu utcájára. Az asszonyok és a gyerekek botokkal és kövekkel támadtak rá, és Tarzan, az őserdő fiatal és áldász fenevadja csak ámult saját fajtájának brutális kegyetlenségén. A dzsungel népéből egyedül Sita, a leopárd kínozza prédáját. Az összes többi állat erkölcse szerint gyors és könyörületes hallál járt az áldozatnak. Tarzan a könyvekben csak szorványos utalásokat talált az emberi lények szokásaira vonatkozóan. Amikor annak idején követte kulongát az erdőn keresztül, azt várta, hogy városba érkeznek majd, amelyben kerekeken gördülő furcsa házak vannak, gomolygó fekete füstfellegek szállnak fel egy-egy ilyen ház tetejébe dugott hatalmas fa végéből, vagy egy tengerhez rajta sok-sok óriás úszó épülettel, amelyeket, mint megtanulta, hol hajónak, hol csónaknak, hol gőzösnek, hol vízi járműnek hívtak. Nagyot csalódott a feketék szegényes kis falujának láttán, amely itt a dzsungelben bújt meg, és amelyben minden ház kisebb volt, mint az ő saját kunyhója a távoli tengerparton. Látta, hogy ezek az emberek gonoszabbak, mint a törzséhez tartozó majmok. Ugyanolyan kíméletlenek és kegyetlenek, mint maga Szabor. Tarzan kezdte a maga fajtáját igen kevésre tartani. Most a feketék odakötözték szerencsétlen áldozatukat a falunak majdnem a közepén, közvetlenül a bonga kunyhója előtt álló nagyszölöphöz. A csillogó késekkel és fenyegetően megvillanó lándzsákkal jócskán felszerelkezett harcosok táncolva és ordibálva kört formáltak körülötte. Hátrébb az asszonyok guggoltak körbe. Dobjaikat püfölték és ordítottak. Tarzant az egész a dum-dumra emlékeztette. Tudta hát, hogy ezután mi várható, azt latolgatta, hogy rávetik-e magukat eledelükre, amíg az életben van. A majmok ilyesmit nem tettek volna. A gyűrű, amelyet a harcosok vontak a rémülten meghunyászkodó fogoly köré, egyre szűkült és közeledett az áldozat felé. Eközben a táncoló feketék mind vadabbul és fékeveszettebbül adták át magukat a dobok őrjítő zenéjének. Nem sokára kinyúlt az egyik láncsa és beledöfött az áldozatába. Ez volt a jeladás a többi 50 számára. Kiszúrták a szemét, átdöfték a fülét, karját és lábát döfködték. A nyomorult vonagló test minden olyan része, ahol nem helyezkedett el létfontosságú szerv, a fegyverek célpontjává vált. Az asszonyok és gyerekek visongtak elragadtatásukba. A harcosok a közelgő lakomára gondolva már előre nyalogatták ajkukat. Egymást múlták felül a bestiális, iszonytató és aljas kegyetlenségekben, amivel a még mindig eszméleténél lévő foglyukat kínozták. Tarzan ekkor felismerte, hogy eljött számára a cselekvés pillanata. Minden szem a cölöp körüli izgalmas látnivalókra szegeződött. A nappali világosságot a holtalan éjsötétje váltotta föl. Csak az orgia közvetlen közelébe lévő tüzeket táplálták, amelyek vöröses, kísérteties fénnyel világítottak meg minden jelenetet. A hajlékony testű fiú óvatosan leugrott a puha földre a falu utcájának túlsó végén. Gyorsan felnyalábolta a nyilakat, ezúttal mindet, mert hosszú rafia szálat vint magával, hogy összekötözhesse őket. Sietség nélkül jól megcsomózta a köteget, majd még mielőtt távozásra szánta volna el magát, hirtelen belebújt a gonoszkodás ördöge. Valami vaskos tréfán félreérthetetlen jelzésen törte a fejét, amelyet tudtára adhatná ezeknek a különös groteszk lényeknek, hogy újra itt járt. Ledobta a nyilvesszőkötegeket az egyik fa tövébe, majd végigropakodott a főutcát övező árnyak között. Egészen addig a kunyhóig, amelyben a korábbi látogatása alkalmával már járt egyszer.
Sötét volt odabent, de kezével tapogatózva hamarosan megtalálta, amit keresett, és késedelem nélkül fordult is vissza az ajtó felé. Ám alig lépett egyet, amikor éles fülével közeledő léptek zaját fogta föl. A következő pillanatban egy asszony alakja sötétítette el a kunyhó bejáratát. Tarzan neztelenül hátrahúzódott a szemközti falhoz, és apjának hosszú éles vadászkése felé nyúlt. Az asszony gyorsan bement a kunyhó közepére, ott megállt egy pillanatra, és kezével próbálta kitapogatni azt a valamit, amiért jött. Nyilván nem találta a szokott helyén, mert folytatta a keresést, és közben egyre közelebb ment a falhoz, ahol Tarzan állt. Olyan közel volt már hozzá, hogy a majomember érezte meztelen testének állati melegét. A vadászkés a magasba emelkedett, de akkor az asszony másfelé fordult, és egy torokhangú "ah!" kiáltással jelezte, hogy végül mégiscsak sikerült megtalálnia, amit keresett. Rögtön megfordult és távozott a kunyhóból. Amikor kilépett az ajtón, Tarzan látta, hogy egy főzőedényt visz a kezében. Hamarosan ő is követte, és amikor a bejárat sötétjéből körülkémlett, azt látta, hogy a falu összes asszonya sietve tart a különböző kunyhók felé, és vissza mindenféle fazekakkal és bográcsokkal. Megtöltötték őket vízzel, és feltették a lobogó tüzekre a cölöp közelében, amelyen ott csüngött a haldokló áldozat. Ez a tehetetlen, szenvedő, véres hústömeg. Kiválasztva azt a pillanatot, amikor senki sem mutatkozott a közelben, Tarzan oda sietett a nagyfa tövébe tett nyilvessző kötökhez. Mint a múltkori alkalommal, most is felborította az üstöt, mielőtt ruganyosan macska ügyességgel felugrott volna az erdei óriás első ágai közé. Csendben mászott felfelé, jó magasra. Végül talált egy helyet, ahonnan a lombok között nyíló résen át szemmel tarthatta az odalent zajló eseményeket. Az asszonyok most éppen a fogoly húsát készültek berakni a főzőedényekbe, a férfiak pedig szanaszét áldogáltak. Kipihenték az eszeveszett tombolás fáradalmait. Viszonylagos csend honolt a faluban. Tarzan feltartotta a magasban azt a valamit, amit a kunyhóból emelt el. Sok évi gyümölcs és kókusz diódobálással kifinomodott célzó tudományát bevetve a vademberek csoportja felé hajlította. Pontosan közébük esett. Telibe találta az egyik harcos fejét, aki elterült a földön. Majd tovább gurult az asszonyok között, és megállt a félig feltrancsírozott test mellett, amelyből lakmározni készültek. Mindannyian döbbenten bámultak egy pillanatig, majd mint egy vezényszóra egyszerre mozdultak meg, és rohantak kunyhóik felé. A földről nem más, mint egy vigyorgó emberi koponya nézett rájuk. Az, hogy egyenest az égből pottyant közéjük, olyan csoda volt, amely igen alkalmasnak bizonyult, hogy babonás félelmet keltsen bennük. Így aztán Tarzan rettegések közepette hagyta őket magukra. Újólag nyilvánvalóvá tette számukra valamilyen láthatatlan, földön túli gonosz hatalom jelenlétét, aki lám az erdőben ólálkodik a falujuk körül. Később, amikor felfedezték a felborított üstöt és azt, hogy nyilaikat már megint elcsenték, kezdett megvilágosodni számukra, hogy bizonyára megsértettek valamilyen hatalmas istent, amikor a dzsungelnek ebbe a részébe költöztették át falujukat anélkül, hogy megnyerték volna jó akaratát. Ettől kezdve áldozati ételt tettek ki minden nap annak a nagyfának a tövébe, amely alól a nyilvesszők eltűntek, hogy így módon engeszteljék ki a túlvilági hatalmasságot. Ám a félelem magvai termékeny talajba hullottak. Itt Tarzan tudtán kívül sok-sok jövendőbeli bajnak az alapját vetette meg önmaga és törzse számára. Ezen az éjszakán az erdőben aludt, nem messze a falutól. Másnap kora reggel kényelmesen hazafelé vette útját, közben vadászgatott is. Néhány bogyó és egy-egy lárva volt csak a keresgélés eredménye. Éjsége egyre erősödött, amikor az egyik tuskó alját végig turkálva felnézett, és szabort a nőstény oroszlánt pillantotta meg. Az állat az ösvény közepén állt, talán 20 lépésnyire tőle. Szabor nagy, sárga szemei gonoszul és baljóslatúan csillogtak. Piros nyelvével sóváran nyalogatta a szája szélét. Lelapulva, hasával a földet súrolva lopakodott egyre közelebb. Tarzan nem próbált menekülni, örült az alkalomnak. Igazából már napok óta erre várt. Egészen azóta, mióta egy szál fűkötőnél hatásosabb fegyvere is volt. Gyorsan kézbe ragadta tehát íját. Ráillesztett egy méreggel jól bekent nyilat.
amikor Szabor felugrott, a vékonyka vesző is elrepült, hogy félúton találkozzék vele. Ugyanebben a pillanatban Tarzan oldalra szökkent. Az óriás macska széttévesztve a földre huppant. Ekkor újabb halálos mérgű nyilvessző fúródott Szabor árnyékába. A fenevad nagyot bömbölve megfordult. Újra támadott. Ám egy harmadik nyilvessző fogadta, ezúttal pont a szemébe. Az állat ekkor már túlságosan közel volt a majomemberhez, így nem tudott kitérni. Tarzant ledöntötte a lábáról a hatalmas testű ellenfele. De a keze ügyébe tartott kését markolatig belevágta Szaborba. Egy pillanatig mozdulatlanul feküdtek, aztán Tarzan rájött, hogy a ránehezedő tehetetlen tömegnek nincs többé módjában kárt tenni sem emberben, sem majomban. Nagy nehezen kikászálódott a hatalmas súly alól. Felegyenesedve megállt, lenézett az ügyességének köszönhető ritka vadászsákmányra, és az öröm mámorító hulláma öntötte el. Rátette lábát hatalmas ellensége testére, és hátravetve formás fiatal fejét beleüvöltötte a dzsungelbe a diadalmas hímmajom rémisztő harci ordítását. Az erdő csak úgy visszhangzott a barbár és diadalittas győzelmi hangoktól. A madarak elhallgattak, a nagyobb állatok és ragadozók jobbnak látták óvatosan elsonfordálni, mert nem sokan voltak az egész dzsungelben, akik keresték volna az összetűzést a nagy emberszamású majmokkal. Londonban eközben egy másik Lord Greystock szólt a saját fajtája beliekhez a lordok házában. De itt senki sem reszketett lágy hangja hallatán. Szabor guztustalan eledernek bizonyult még Tarzan számára is. Az éjség azonban igen hathatósan ellensúlyozta húsának rágóságát és rossz ízét. Jó telerakta hát a bendőjét, és hamarosan ismét csak aludni vágyott. Előbb azonban meg kellett nyúznia az állatot. Értékes meleg bundája legalább annyira oka volt, mint bármi más annak, hogy meg akarta ölni Szabort. Nagy szakértelemmel és gyorsan nyúzta meg áldozatát. Amikor végzett a munkával, a trófát felvitte egy magas fa ágára. Kényelmesen elhelyezkedett a szétterülő ágak között, s hamarosan mély és álomtalan álomba zuhant. Az előző éjszakai kevés alvás, a fáradtságos tennivalók és teli hasa következtében Tarzan átaludta a napot. Csak másnap déltájban ébredt fel. Egyenes Szabor teteméhez igyekezett. Legnagyobb bosszúságára csak a dzsungel többi éhes lakója által teljesen lecsupaszított csontokat talált. Fél órai ráérős vándorlás után egyszer csak egy fiatal őzet pillantott meg. Mielőtt a kis jószág felfedezte volna, hogy miféle ellenség férkőzött a közelébe, egy vékony nyilvessző már meg is ült a nyakában. A méreg olyan gyorsan hatott, hogy pár szökkenés után az ősz fejjel előre holtan rogyott az ajnövényzetre. Tarzan ismét jól belakott, de ezúttal nem feküdt le aludni. Szaporán igyekezett oda, ahol elvált törzsétől. Amikor rátalált társaira, büszkén mutogatta nekik Szabor az oroszlán bőrét. Figyeljetek kell csak, majmai! Kiáltotta. Nézzétek csak meg! Mit vitt véghez Tarzan a híres harcos? Ki az közülletek, aki valaha is zsákmányt ejtett Numa népéből? Tarzan a leghatalmasabb közöttetek, mert Tarzan nem majom, hanem... Ám itt megakadt, mert az emberszabású majmok nyelvében nincs szó az emberre. Tarzan csak leírni tudta az angol szót, kiejteni nem. A törzs tagjai köréje gyűltek. Megbámulták csodálatos hőstettének bizonyítékát, és hallgatták szavait. Egyedül Kercsák húzódott el. Csak úgy ford benne a harag és a gyűlölet. Hirtelen aztán pattant valami az emberszabású majom szűk, gonosz agyában, és a hatalmas fenevad rémisztő üvöltéssel vetette magát az egybegyűltek közé. Vagy egy tucatnyit megölt és megcsonkított közülük, ahogy beléjük mart. Hatalmas kezével csapkodott maga körül. A többségnek sikerült időbe felmenekülni a faágok legfelső emeletére. Kercsák körülnézett. Tébolyú dűvel vette észre, hogy az, akit a legjobban gyűlöl, ott ül az egyik közeli ágon. Tajtékozva üvöltött. Gyere le, Tarzan, te híres harcos! Gyere le, lássuk, ki az erősebb! Micsoda bátor vitéz az, aki a veszély közelettére rögtön felmászik a fára. Azzal Kercsák többször egymás után hallatta fajtájának kihívó harci üvöltését. Tarzan nyugodtan leugrott a földre. A törzs tagjai lélegzett visszafolytva figyelték az ágak magasából, amint Kercsák
még mindig üvöltve neki rohan a hozzá képest vékonyka kis alaknak. Rövid lábain felegyenesedve Kercsak majd 7 láb magas volt. Írdatlan vállain csak úgy duzzadtak a hatalmas izomnyalábok. Rövid nyaka, tarkója egyetlen acélos izom és inkötekként dagadozott koponyája tövében. Ettől olybá tűnt, mintha kis labda nőtt volna oda a roppant hústorony tetejére. Vicsologva felhúzta felső ajkát, és láthatóvá váltak hatalmas tépőfogai. Apró, gonosz, vérbe forgó szemében a téboly rémítő lánggyöngy tükröződött. Vele szemben a támadást várva ott állt Tarzan, ez a maga részéről ugyancsak rettentően izmos állat. Azonban 6 lábnyi magassága és hatalmasan hullámzó izomdasza ellenére is szánalmasan alkalmatlannak látszott arra, hogy kiállja a ráváró próbát. Íja, nyila jóval odébb hevert a földön, ahová még akkor dobta le, amikor szaborbundáját mutogatta a többi majomnak. Így aztán csak vadászkését és intellektusát tudta felvonultatni Kercsákkal szemben. Ezzel ellensúlyozhatta ellenségének iszonyú erejét. Amikor Kercsák üvöltve elindult feléje, Lord Greystock kirántotta hosszú kését a tokjából. Ugyanolyan rémisztő és vérfagyasztó harci ordítás hagyta el a torkát, mint a vele szemben álló fenevadnak. Sebesen előre lendült a támadás feltartóztatására. Több esze volt annál, mintsem, hogy hagyta volna, hogy a hosszú szőrös karok átölelhessék. Amikor a két test már-már egymásnak ütközött, Tarzan megragadta támadójának egyik csuklóját, és kissé oldalt ugorva markolatig vágta kését Kercsák testébe. A szúrás a szíve alatt érte. Még mielőtt visszaránthatta volna azonban a kezét, hogy kiszabadítsa a pengét, Kercsák kitépte a fegyvert Tarzan markából. Nyitott tenyérrel rettenetes ütést akart mérni Tarzan fejére. Ha talál, könnyen betörhette volna a koponyáját. Ám ő volt a gyorsabb. Fejét lehúzva maga vágta gyomorszájon ökölbeszorított kézzel Kercsákot. Az ütés hatalmasra sikerült. Az óriás majom megtántorodott. A testén ejtett halálos sebb következtében már majdnem összerogyott, de óriási erőfeszítéssel kirántotta a kezét Tarzan szorításából. Rettentő karjaival megragadta Tarzant. Egyre közelebb húzta magához, és hatalmas tátott pofájával a torkát próbálta elérni. Az ifjú lord izmos ujjai elkapták Kercsák nyakát. A hatalmas fogak nem érték el áhított céljukat. Így küzdöttek egymás ellen. Az egyik azon volt, hogy rettentő fogaival halálra marcangolja ellenfelét, a másik pedig azon, hogy erős markával mindörökre kiszorítsa belőle a szuszt, s eközben távol tartsa magát annak vicsorgó szájától. A majom nagyobb ereje kezdett érvényre jutni. Fogai alig egy hüvelyknyire voltak már csak Tarzan torkától, amikor a hatalmas test görcsösen megvonaglott, majd egy pillanatra megmerevedett, és maga tehetetlenül a földre zuhant. Kercsák kilehelte a lelkét. Magához véve a kést, amelynek segítségével oly gyakran sikerült felülkelekednie nála sokkal hatalmasabb izomzatokon is, Tarzan, a majomember, a dzsungelfia legyőzött ellensége nyakára tette a lábát. A dzsungelben ismét csak felhangzott ádáz vad ordítása. Ez jelentette be a majmok népének és az erdő valamennyi lakójának, hogy az ifjú Lord Greystock elnyerte a majmok között a királyi méltóságot.